Csokoládé szevasztok gyerekek, üdvözlő csatornánk, feljelentkezik a következő Farming Simulator helyett Farm Mechanic Simulatorral, és valószínűsítem, hogy az utolsó része fogunk jönni, mert mondtátok, hogy igazából, valóban igazam van, nagyon nem jó az, hogy ugyanazok a traktorok vannak benne folyamatosan, és gyakorlatilag semmi változik, csak a kaszti. Úgyhogy, annyit még kértetek tőlem, hogy csináljunk egy olyat, hogy kapjuk szét dirib darabra a traktort, nézzük meg mennyire lehet szétszedni, és igazából akkor mondhatni, mindent láttunk ebbe a játékba. Jó, tudom, van meg kombájn is, valószínű ott is körülbelül 30 darab ugyanolyan kombájt kell megjavítani. Szóval csinálunk egy olyan gyerekek most, hogy amit létezik, azt mi úgy szedjük szét, hogy megnézzük, hogy igazából gyakorlatilag mi marad egy traktorból, hogyha mi teljesen szétkapjuk. Mennyire lehet ugye lebontani AK-t a részekre. És ezzel lesz a gyakorlatilag a befejező része ennek a csodálatos sorozatnak. Hát ugye ezt a részét már ismerjük a traktornak, de roppant mód kíváncsi leszek arra, hogy milyen, mennyire lehet szétszedni, hogy például dugattyúk, hengerekig szét lehet-e szedni, vagy gyakorlatilag egy ilyen felületes dolog ez az egész. Úgyhogy ha itt maradtok velem, akkor az utolsó csodálatos részbe, akkor ezt meg fogjátok látni. Jobban mondom, még meg fogjuk látni, nem csak hogy megfogjátok, hanem megfogjuk, mert ugye ezt én is tudom. Na nézzük, akkor ezt a kereket lekaptál, Keeper. Jöhet a következő kerék. Úgy. Átcsavar, két csavar gyerekek, eladjuk borira az összeset, hallod, el lehet adni. Azt kilépünk az üzletből, ez lesz gyerekek, lelépünk. Elmegyünk Hawaii-ra gyarálni, ez lesz. Megnézzük egy traktorban, mit tudunk kiárulni. Ugye izében nem tudjuk eladni. Hogy mondják? Hogy mondják, Keeper? Várja, itt ezt... Ja, ki kell venni ezt a rúdot. Egészben nem tudjuk eladni a szomszéd traktorját, amit ide hordtak nekünk, hogy mi szereljük meg. Ha megnézzük, mennyibe tudjuk eladni. Eladjuk vasba gyakorlatilag, eladjuk vasba a traktort. Erről fog szólni a csodálatos rész, hogy adjuk el vasba a traktort. Visszük a mélybe. Visszük a mélybe, gyerekek, akkor jöhet a hátsó kerék, azt is kapjuk már lehet, mert miért ne? Ugye? Itt már 6 darab csavar. Jó, minél több alkatrész, annál jobb, biztos jól kapjuk rérte majd a lóvét. A manit. Kíváncsi leszek, el tudjuk-e adni a dolgokat, gyerekek. Na, itt még nem buheráltunk semmit, gyerekek. Ennyi max. Ó, de, oda nézzél, le tudom venni még ezt is róla, gyerekek. Jajjaj, hát nem marad itt tényleg semmi. Tippeljétek meg, mennyi pénzt fogunk keresni. Aztán szépen kisürrenünk. Veszünk belőle egy zsigulit. Most lelépünk. Elvisszük a bögyös marit. Gyerekek, hát a végén még teljesen tényleg szétkapjuk, gyerekek. Hát az már fel van bakolva. Hát ebből már kijön egy csomó dolog. Ezzel már a Veldezbe el tudok menni a marival. A Veldezbe a marival. El tudok menni, mert az kór tönkre fog menni. Egyébként most azt csináljuk, mint a vállalkozások, amelyik kezdenek csődbe menni, kivetjük a vihető dolgokat. Tudjátok, mit kéne eladni még? Van ott egy-két bál, azt még eladjuk. Nem ám. Gyerekek, nem kicsit lehet szétkapni a dolgokat, oda nézzél. Azt a betyár úristen, itt hallod? Ide néz, ebből is itt is ki lehet szedni mindent. Mit kell? Hogy van a sorrend? Ó, itt még csavart se kell, csavár nélküli. Oda néz testvérem, hát itt aztán tényleg mindent ki lesz buzerálva. Az igen. Hallod? Meggazdagodás. Kíváncsi vagyok, mennyi pénzt, darabokban, alkatrészben mennyi pénzért tudjuk eladni ezt a traktort. Ezt miért nem engedi kivenni? Mit kell hozzá történnie? Pedig azt írja, hogy... Nem írja, hogy ezt nem tudom kivenni, vagy... Ezt kell először? Utána gondolom a rugót. Utána ezt. És akkor igazából... Jaj, hát ez nagyon csodálatos lesz. Gyerekek, nem marad itt semmi. Adjunk el vasba egy traktort, ez lesz a címernek a csodálatos videónak. Na. Még a izéket, még a bakokat is eladom. Jó van.
Csodás. De akkor mehetünk tovább. Itt már nincs mit eladnunk, gyerekek. Nincs mit. Álljunk neki az elejének. Álljunk neki az elejének. Mit lehet itt kikapni? Ja, ezt nem akartam. Engine. Úgy. Ó, gyerekek, minden, minden menjen a levesbe. Úgy. Hallod? Tényleg, tényleg kíváncsi vagyok, hány euróba fogják ezt megszámolni. Hallod, nem hiszed el, de mindent le lehet műteni róla. Először a széjjat kell levenni. Egyébként ez hogy vannak? Föl vannak tiplizbe, mert egy darab csavart nem kell se onnan levenni, azért azt megmondom őszintén, kicsit erősnek tartom. Na. Gyerekek, hát itt az jó. Nívó pálcát eladom belőle, more. Nem tudom eladni, hanem olajszintet tudsz nézni. Őrület, őrület. Micsoda dolgok vannak ebben a játékban. Feature-ök. Jó. Az anyáról meg ugye izéni kell. A nívó pálcát nem tudom eladni, hát ez borzasztó. Hát ezt nem is értem, hogy most akkor mi lesz. Mi lesz velem? Egyébként nem tudod szétszedni, szerintem a blokkot nem tudjuk szétszedni, azt elmondom nektek, gyerekek. Kipufogót leszedjük. Hát nem maradt semmi a gépből. Egyébként márha jó ötlet volt, köszönöm szépen annak, aki írta, hogy próbáljuk meg szétszedni darabokra a gépet, amennyire csak tudjuk. Na. Légszűrő, csövek. Úgy. Benzintank, az felesleges, vagyis gázolaj, üzemanyag tank. Oda néz, ezt meg mi ez? Ezt nem tudom levenni? Ne őrülj meg. Keeper. Ennyire lehetett szétbontani? Még nekiállunk el egy picit. Csak várjatok, door kinyit. Beülünk a fülkébe, ott is szétkapunk mindent. A váltó gombot oda néz, külön lehet levenni. Ne vicceljél. Ne olyan váltóruddal együtt le tud venni. Nehogy véletlen fölhagyjunk valamit, hallod? Minden apró dolog, mindent eladunk. Kíváncsi leszek. Szedjük szét darabokra egy traktort. Úgyné. Kormány. Itt van már szerintem csak a kormány van. Márha érdekes. Kíváncsi leszek, hogy mennyire tudjuk. Igazából az lenne jó, teljesen el tudnád bontani. Mert akkor jó sok vasat ki tudnánk belőle nyerni. Na, ott le kell szedni róla ezt, oda néz. Érdekes, hogy a szelepfedél, meg pont ezek... De várjál, lehet, hogy le lehet szedni, oda nézzi. Na, azt élném, na várjál. Ó, le lehet szedni a szelepfedeleket, meg mindent. Ha... Na, itt már valami van. Hengerfejet. Szelepfedél. Ez most a szelepfedél volt, ugye? Ezeket ki lehet? Ki lehet venni a szelepeket? Ne szórakozzon. Na, akkor büszke leszek a játékra. És ennyi. Eddig lehet szétkapni. Oda nézzél? Itt már ugye... Na, várjál. Na itt már ugye nem lehet, a hengert már nem tudod szétkapni, mert ugye akkor itt mutatná, hogy micsoda dolog van. Ezt se lehet szétszedni. A váltóhoz hozzá lehet nyúlni, úgy látom, a kuplunk meg ilyesmi. Na várjatok, mindjárt. Hát nem sok minden maradt a Verdából, gyerekek. Kerék. És akkor azt kell csinálni. Felemeljük. Ó, figyú! Ezt jó kibelezzük. Kivesszük a váltót, azt is eladjuk ugye. Az egészet egybe. Kuplungot, kuplungtárcsákat. Hát gyerekek, több pénzt keresünk, mint egész karrier alatt egy ilyennel. Amire meg ránk hívják a rendőröket, arra meg felesleges lesz itt bármit is tenniük.
Na, kikaptuk a izét, kikaptuk a váltót, várj, kuplunk, még ott. Még van itt valami, amit azért lehet kilopni. Ennyi gyerekek. Várjál meg. Miért nem lehet lemenni? Az olajteknőt nem engedi gyerekek lemenni. Valamiért. Nem van ivópart. Nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy azért, mert ugye nem egyszer... Nem lehet elbontani így most. Mert az, nézd meg, az olajteknőt nem engedi. Meg mi volt itt? Ja, ott mi az? Az olajteknőnek a... Na, igen. Nem engedi leengedni. Nem engedi leengedni, mert azt írja, hogy ebbe az orderben nem volt, majd ebbe az utasításba nem volt olyan, hogy mi nekem kellene leengednem az olajat. Hát akkor az olaj benne marad, gyerekek. Majd visszadobom rá a kasznit. Hát így van, gyerekek. Hát ezt rendesen kihírigöltem, ugye? Én megnézem még, hogy nincs-e valami. Mit mutat? Valamit mutat még. Valami volt még itt. Semicon volt. A nívópálca, de azt csak meg lehet nézni, úgyhogy akkor az... Na semmi, gyerekek. Nívópálcát lehet ugye cseszegetni. Máshol semmi nincs, semmi. Abszolút nem lehet jobban szétszedni az engine-se. Sajnos. Úgyhogy ez ennyi. Ennyire lehet szétkapni ezt a csodálatos verdát. Nincs abszolút semmi. Itt is ugye, itt sincs semmi már olyan, mert ugye akkor mutatná. Ennyi, gyerekek, ennyire lehet szétkapni. Várjál? Akkor még annyit csinálunk, gyerekek, hogy eladunk mindent, mint az őrület. Elvileg, ugye a store-ba. Várjál, el is tudom adni biztos? Converster. Hol van a izé? Hol van az eladás? A inventory? Aha! Na, 2200-unk van, gyerekek. Eladunk mindent. Kétezer-kétszázunk volt. Minden, gyerekek. Jó, van-e? Van itt a katrész bőven. Yes. Úristen. Hallod? Ez hatalmas nagy üzlet volt, érzem. Na, gyerekek. Hát kerestünk vele többid. Körülbelül 13 000, gyerekek. 13 000. 13 000 eurót kerestünk vele, úgyhogy kiárultuk az egész traktort. És valószínűleg, hogy tesztreket nem hiszem, hogy lehet menni, mert nem abban az állapotban van szegény jármű. Hát igen, akkor ez lett volna a legutolsó része ennek a sorozatnak, gyerekek. És valószínű, hogy egy valamilyen szerelős játékba bele fogunk fogni. Valószínűleg, hogy opciók az a Tank Mechanic Simulator, vagy a Car Mechanic Simulator, ugye, ahol autót kell szerelni, meg mindenféle. Ott jóval bonyolultabban van azért megoldva, ugye. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Hát azért remélem, tetszett az a kis minisorozat, amit így lefolytattunk. Hát tényleg így, megmondom őszintén, nem sok értelme van. Hogy amint látjátok, hogy gyakorlatilag annyira nem lehet szétszedni a gépeket, meg még ráadásul pontosan ugyanaz a felépítménye, csak gyakorlatilag a kaszni változik. Na, köszönöm szépen a figyelmet, azt jók legyetek, csumi csörtészta!